Köszöntjük Önöket, ez a Borzsúr, mi már itt is vagyunk Villányban, hazánk egyik legnépszerűbb és legismertebb borvidékén. Ezt az ikonikus villányi pincesort nagyon sokan ismerik. Mi most egy kicsit kalandozni fogunk, és megmutatjuk a borvidék másik részét is, a siklósi részt. Tartsanak velünk, érdekes lesz! Beköszönőmben már említettük, hogy ma Villányban fogunk kalandozni, és hát már itt is vagyunk egy igazán különleges borászatban. A Ricu pincészetnél vagyunk, akikről tudni kell, hogy organikus módon foglalkoznak a szőlővel, nem használnak gyomírtót, nem használnak felszívódószereket, szóval csupa-csupa biobort fogunk ma kóstolni. És hogy mindezt hogy csinálják a gyakorlatban, nos, ma erre is választ adunk. Siklós nem csak kulturális és történelmi jelentőségű város, hanem ízletes borairól is híres. Ricu Tamás több mint 17 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel, párja Ágota 5 éve vált a borok szerelmesévé. Most Siklóson vagyunk, az Akasztófa dőlőben, ez 235 méter magasan vagyunk most a város felett, velünk szemben a Siklósi vár, és itt alattunk a saját szőlő ültetvényeinknek egy része. Itt pont, ami mellettünk van, egy pár sorban az Cabernet Franc, és kékfrankos szőlőt termesztünk itt ezen a területen. Mekkora terület ez itt nagyjából, ami hozzátok tartozik? Ez körülbelül egy fél hektár. Itt nagyon-nagyon magas minőségű borokat készítünk, vegyszermentes művelés, organikus szőlőművelés alapján készítjük a borokat. Organikus módon művelitek a szőlőt, ez most itt körülöttünk látható módon mire nyilvánul meg? Na most például ennek az ültetvények pont az az érdekesség, ez egy Cabernet Franc ültetvény, ez egy 16-os telepítés. Én 15-ben kezdtem ezt a természetközeli szőlőművelési módot, például ez a szőlő, ez még soha életében nem kapott semmiféle növényvédőszert, ez teljesen steril, teljesen szűz még a kemikáliáktól ez a terület. Nagyon fontos egyébként, hogy mindig legyen virágzó növény az ültetvényen, hogy a olyan rovarokat tudjunk ide csalogatni, ami szintén segít nekünk a növényvédelembe, értek ez alatt a katicáknak az ide csalogatása, a fürkészdarazsak, a ragadozó atkák. Szóval úgy próbáljuk az egész rendszert visszaállítani, hogy nekünk igazán minél kevesebb dolgunk legyen, és a természet önmagába végez el azt a feladatot, amire igazán annak idején ez felépült. Ez is egy nagyon egyszerű dolog egyébként, hogy ezt a, úgymond, mert azt mondják, hogy az a szép szőlő, ami teljesen le van rövidre vágva, esetleg minden második sor megtárcsázva. Hát az alacsonyan vágott gyomnövénye szintén a talajnak a kiszáradását segítjük elő. Ha most ide lenyomnánk egy ásó nyomot, nedves lenne a talaj. A talaj élet rettentően fontos ahhoz, hogy ott is hihetetlen szimbiózus van, nem is gondolják a úgymond az egyszerű emberek, hogy ezek a láthatatlan kis élmények, hogy mennyit tudnak segíteni. Ez egy ilyen hihetetlen tökéletes rendszer van a természetben, amit szeretnénk újra visszaállítani. Szeretném azt, hogy egy olyan nagyon minimális beavatkozásokkal egy önmagát fenntartó, fenntartható ültetvényen gazdálkodjunk. És ha már szóba került a vegyszermentes művelés, Tamásék a klasszikus permetezőszerek helyett egy úgynevezett kondicionálót alkalmaznak a szőlőben. Ezzel ugyan gyakrabban kell kezelni a szőlőt, több munkát igényel, de egy biztos, a szőlő meghálálja. Teljesen természetes hatóanyagokkal rendelkező, gombaölő hatású növénykondicionálszerrel egészítjük ki a kén- és részkészítményeinket. Nyugodtan beleszagolhatsz, mert egy
gyönyörű fahéjas rozmaringos illat. Igen, sütemény illat, nem is üteszem beszélt. Karácsonyi fahéjas diós karácsütött az ember eszébe. Most ezt elképzelem, hogy ezzel lefújjátok a szőlőt. Képzeld, hogy imádják. Mindenhol sütemény illat van? Képzeljétek, hogy imádják a kollégáink, akik a szőlőbe dolgoznak, mert órákon keresztül lehet érezni, és egy ilyen hihetetlen jó illat lengíve a szőlőt. Egy cukrászdában lenne. Igen, mondom, fahéj, rozmarin, cickafarok, csallán és citrusfélé. Gombaölő hatásra rendelkezik ezt a szőlő lisztharmat szürke rothadásra, úgymond önállóan is megfelel, önállóan is használható. A penoszpóra elleni védekezésre kell kiegészíteni egyébként rézzel a készítményt. Mi ezt most már harmadik éve használjuk, nagyon jó eredményeket és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk vele. Egyébként annyira emberbarát és annyira természetes a hatóanyag, hogy a professzor, aki kifejlesztette, hogy képzeld el, hogy a lányának a fogszabályzótól begyulladt a foginya, és 2000-ig is oldott be, ebben öblögették. Még az amatanyagok is sokkal koncentráltabb, dúsabbak tudnak lenni, és mondhatom, igen, hogy a végtermék is élvezetesebb és ízletesebb a szőlő, azt már érezzük, és a borokon is tiszta íz és tiszta beltartalommal, tiszta zamattal rendelkeznek. Tamás azért is tartja fontosnak az organikus szemléletmód követését, hogy megóvja a birtokot lányának és a következő generációknak. Zsófi most 18 éves, és amiből csak lehet, kiveszi a részét a borászatban. Most beszélgettünk is arról, hogy mondta, hogy már szeretne önmagába bort készíteni, még most már egyre többet mondja, hogy borász szeretne lenni, fesztiválokon régóta segítkezni. Így lett még érdekesebb az egész egyébként. És saját bort készíteni, ez már egy komoly kihívás, tehát igen, arra meg kell érni. De egyébként sokan hiányolták is ezt már eddig is. Pont amikor most Tokajban voltunk, kérdezték, vagy hányták szemre, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mi az, hogy nekem még nincs. Na és milyen borod lesz? Ezt már kitaláltad? Ezen nagyon vaciláltunk, mert én ilyen valami kis lájtossal akartam kezdeni, rozé, vagy fehér bor, vagy ilyesmi, vagy egy kis habzó. Aztán hát múlt hétvégén jöttem meg. Végül a választást egy véletlen is befolyásolta, így igazi vörös dominancia jellemzi majd Zsófi első borát. És együtt szoktatok járni borkóstolókra vagy nagy bortúrákra, és van ilyen apa-lányi program? Most voltunk például 2 hete Tokajba, hát az nekem szerelem volt. Örülök neki egyébként, hogy pont egy olyan borvidékből egy szerelmes, amit tényleg a szerelmes második szerelem, azért meg gondolom, remélem első villány, mert azért mindig persze, azt mondom, hogy villány. Azt ott is hangoztattam, azért, hogy igen. Környezetbarát, vegyszermentes műveléssel olasz Riesling, kékfrankos Merlot, Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc szőlőfajtákat termelnek Tamásék, az organikus szemléletmód pedig a szüreti időpont kiválasztásában is szerepet játszik. Arra törekszünk, hogy tényleg a csúcson a teljes érettségbe hozzuk be a szőlőket. És onnantól kezdve mi nem csináljuk azt, hogy most gyűlő válogatás, vagy gyűlő innen, vagy gyűlő onnan, mert összességében azt gondolom, hogy szép, vagy esetleg a két gyűlőnek a házasítása kiegészíti egymást, és az egyik hozzátesz, kiemeli a másikat. Hordókkal sem kísérleteztek itt, hogyha körbenézek, azért egyfajta kádárüzemi jelét látom az összes hordón. Változtattam egyébként az elmúlt 3 évben, mindig bevallom. Nagyon sok az ilyen hasonló jegyeket véltem felfedezni kollégáim borában, mint a sajátomban. És hát én akkor megbeszéltem egy nagyon jó barátom, a kereskedelmi, meg a területi képviselő a cégnél, és megbeszéltem, hogy felhívtam telefonában. Arra úgy, de én most változtatni szeretnék a hordókon, mert mondom ezt, hogy ez a stílus, ez olyan több borokban felfedezhető, ez mondom nekem, mi nem stimmel. Akkor úgy mondta, hogy a nevés kérdezően pont most van 2 új kísérletünk. Egy francia alapanyagból készült hordó, szintén ők teszik össze, csak francia alapanyagból készült, és van nekik egy teljesen új kísérletes, ez a Five Star Collection. Az pedig 5 féle pörkölési fokozattal van összerakva a fa. És
Hát mondom, akkor nem kell, hogy megcsalak titeket, mondom, akkor próbáljuk ki. Tamás Borai 2006 óta borversenyek állandó győztesei. A ricós ízvilág elvarázsolja a borturistákat is. Siklós kincsei és a borok karakteres ízvilága azonban együtt jelentik a tökéletes élményt. Így míg a fiúk a pincében maradtak kóstolni, én Ágotával vágtam neki a siklósi várnak, ahol már nem egy alkalommal tartottak ők is borvacsorákat és borbemutatókat. Fiúkat lent hagytuk borozni a pincében, de azt hiszem, hogy nagyon jó döntés volt, hogy feljöttünk ide a Siklósi Várba. Gyakran jössz fel ide? Igen, igen, nagyon szeretek itt lenni. Gyönyörű a környezet, nyugalom, csend, rengeteg turista, nagyon-nagyon nagy Siklósnak a vonzása, főleg ugye a Siklósi Vár miatt, és maga a borvidék miatt, a Villányi borvidék miatt, és nagyon sokszor hozom föl a vendégeinket ide. Te egyébként mennyire szerettél bele ilyen szempontból a környékbe, hogy szoktatok mondjuk kirándulni akár itt családdal? Igen, igen. Nagy kerékpárosok vagyunk. Gondolunk egyet hétköznap, felülünk a kerékpárra, lemegyünk a Drávára, átmegyünk Villányba, Harkányba, és mikor jönnek a vendégek hozzánk, akkor mindig ajánljuk nekik, hogy tegyék le az autót, és mi, nekünk van egy barátunk, aki kerékpár kölcsönzéssel foglalkozik, hozunk kerékpárokat, és megyünk együtt kerékpározni. Fölvisszük a dűlőkbe kerékpárral, és nagyon-nagyon élvezik. Úgyhogy mindig nagyon köszönjük, hogy rábeszéltük őket erre a kikapcsolódásra. Ó, kicsit eledett az eső, nagyon. De hogy készültem még egy programmal, menjünk be a borhozomba, okay. Mit szólsz? Rendben. Borosné Hugi nevét mindenki ismeri a környéken. 16 éve dolgozik a Siklósi Várban, az elmúlt évek során pedig szommelier végzettséget is szerzett. A név is kötelezi, de igazi szenvedéllyel mesél a betérőknek a villányi borok nagyságáról. A Siklósi Várban, amikor Siklós megkapta a működtetését, nagyon nagy összefogás volt, akkor hoztuk be a Villányi Borvidék borait ide a Siklósi Várba. Hát gyönyörűen az utóbbi 15-20 évben csodálatosan fejlődött a borvidék, borászaink egyre többen lettek, neves borászaink voltak már a 90-es évek elején, és öröm velük dolgozni, mert azt mondhatom, hogy mind a három generáció fiatalok, az idősek, a középkorúk és a fiatalok hihetetlenül jó borokat készítenek. Ti nőként hogyan tudtok érvényesülni és megmaradni ebben a férfias szakmában? Ezt hogy látjátok? Nehézkedés? Nem, egyetlen nem. Én azt gondolom, hogy egy hölgy, hogyha igazából érdeklődéssel és szerelemmel foglalkozik ezzel a területtel, nagyon-nagyon meg tudja tanulni. Itt láttam egy zászlót egyébként már, amikor bejöttünk, kiszúrtuk. Ágotával is, hogy Borbarátnők Egyesülete. Ezek ti vagytok? Igen. Benne vagy, gondolom, Ágota? Én nem. Még nem. Kicsit jobban ráír. 2000-ben Siklóson borral foglalkozó borászhölgyek, szomeliék, borkedvelő hölgyek nagyon nagy csapattal alakítottak egy Borbarátnő Egyesületet. Természetesen, hogy ez a sok év megviselte az egyesületünket is, sokan megöregedtek, sokan nem dolgoznak már velünk, de mindig is egy borbarátnő egyesületnek az a feladata, hogy a borvidékét népszerűsítse.
hát mondhatom azt, hogy minket, siklósi borbarátnőket mindenhol nagyon szeretnek, mert hölgyek vagyunk, kedvesek vagyunk, visszük a Villányi Borvidék borait, és bizony, aki megkóstolja, az mindenki tudja, hogy itt Délvidéken nagyon jó borok vannak. Délvidéken azonban nem csak borokat, hanem kiváló minőségű hordókat is készítenek, így hazafelé menet alig 30 kilométerre Siklóstól még bepillantást nyertünk a kádárok virágába is. A palotabozsóki kádárüzem, ahol most vagyunk, ebben a formában, ahogy működik, 1997 óta létezik. Mesébe illő a történetünk, a kádármesterünk 54 éves tapasztalattal rendelkezik már, és amikor 25 évvel ezelőtt ő Bátaapátiban a borászatban dolgozott, amelynek a tulajdonosa Piero Antinori Márki úr, aki Toszkána és Olaszország legjelentősebb borkészítő figurája. Ő találkozott kádármesterünkkel ott Bátaapátiban, akkor nagyon megtetszett neki a munkája, és felajánlotta azt, hogyha ennyire nagyszerűek a magyar tölgyfák, és ilyen nagyszerű kádármesterek vannak, akkor jó lenne együtt létrehozni egy nagyobb léptékű üzemet. Új-Zéland, Chile, Izrael, Olaszország, Németország, minden jelentős bortermelő vidéken ott vannak a hordóink, és néha olyan különleges igények is vannak, mint például nagyon helyén való a fenntarthatóság, a biogazdálkodásnak az elterjedése, hogy ezt mi garantálni tudjuk. Lódun Kristóf kádármester azt vallja, hogy a hordókészítés alfája és omegája a jó alapanyag, amely csersav tartalma miatt a későbbiekben a bor eltarthatóságában is szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy honnan nőttek a fák, honnan szerezzük be. Általában, amikor azt mondjuk, hogy egy vágás érett fáról beszélünk, a 100-130 év. És az a 100-130 év alatt több millió liter tápanyag vándorol át a fa szerkezetén, és ez szemmel ugye nem látható a dongákon, de a fa sejtjeivel, rostjaivel ez berakódik. És utána a bor bekerül a hordóba, a móka fordított, a bor föloldja ezeket a taninokat és ezeket az ásványi anyagokat, és a borba építi bele. Tehát ezért nagyon fontos, hogy milyen területről származnak a tölgyek, honnan szerezzük be, és akkor nagyon fontos ugye a dongáknak a száradási ideje. Tehát mi már azt is kitapasztaltuk, hogy a magyarországi klimatikus viszonyok keretében ugye nekünk kell általában mi 3 éves tölgyel szeretünk dolgozni, a legjobb visszajelzés e körüli időpontban tehető. A dongák tehát 3 év után bekerülnek a műhelybe, ahol először megfelelő méretűre vágják őket, majd összeállítják belőlük a kész hordót. Kristófék zempléni és mecseki alapanyaggal dolgoznak. Általában, ha borász külön nem rendeli, akkor mixes hordót gyártunk, az azt jelenti, hogy 50-50% zemplémi, 50% mecseki, de van olyan borászat, aki csak zemplémit akar, de olyan is van, aki csak mecsekit akar. Van olyan borász, aki azt mondja, hogy a palástot kérem zempléméből, fenékanyagot kérem mecsekiből. Más a tanin is, más az ízhatása a zempléminek, és más az ízhatása a mecsekinek. De nem mindegy, hogy egy Pinot Noir-nak készülünk hordót, vagy egy Merlot-nak, vagy egy Cabernet-nek. Tehát teljesen más. Sőt, még ott is lehetne ugye ragozni a dolgot, nem mindegy, hogy milyen területről. Hova gyártunk hordót? Nem mindegy, hogy gyártunk Villányba, vagy gyártunk Egerbe, vagy netalán Szekszárdaba, vagy Tokajba. Az igazi csoda a tüzelőben történik. Füstös illatok és a fa aromatikája tölti be a teret, az atmoszférát pedig még különlegesebbé teszi a tűz ropogó hangja. Hát itt történik a hordóknak a barikolása, ugye a fában lévő cukroknak a kezelése. Egy nagyon fontos folyamat, mert gyakorlatilag nem mindegy, hogy van light-os, van MS, van M pluszos hordó, van régebben heavy is volt, de mostanában kevesebbet kérik azt a túlpörkölt hordófajtát. De itt határozzuk meg gyakorlatilag az alapanyag és a tüzelésnek a hevessége, intenzitása, időtartalma határozza meg a végső ízhatás, hogy milyen ízű
bordó készül, és abból majd ugye a borral való kölcsönhatás milyen ízű bort fog majd a legvégén produkálni. Csak úgy, mint a borkészítés, a kádármesterség is a finomra hangolás művészete. Most azonban irány Budapest, hiszen adásunk végére még egy borkóstolót is tartogattunk Önöknek, ahol szintén egy organikus szemléletmóddal készített bor különlegességgel készült nekem Sebestyén. A nemes olasz rizlingből készült, vagyis nem abból az olasz rizling klónból, amit nagyon sokan ismernek, bár nem tudják a nevét, B20, annak az olasz rizling klónnak a neve, ami elterjedt itt a régi termelőszövetkezetes időkben. Tehát ebben ezt emeljük le a polcról. Igen, hogyha egy olasz rizlinget iszol, akkor nagyon nagy esély van arra, hogy ebből a B20-as, most nevezzük úgy TSS klónból készült, pedig az olasz rizling már korábban is itt volt, például ezzel a régi változatával, amit ott a Vadacsonyban sok helyen nemes olasz rizlingnek hívnak, ennek kisebbek a bogyói, a fűtje is kisebb, egész másképp néz ki, mint a B20, ami szintén egy olasz rizling, de ez a régi változata. Az illata pedig a átlag olasz rizlinggel összehasonlítva sokkal virágosabb. Tehát, hogyha beleszagolsz, akkor egy átlagos olasz rizlingből azért nem jönnek virág illatok, hanem ilyen enyhe citrusok, pici ilyen rezedás mezei virágos enyhe fúvallatok, de hát nem számottevőek. Ez viszont még itt, ahogy fúj a szél és kifúj egy picit a porrunkból az illatokat, de még így is lehet érezni, hogy ez intenzíven virágillatos. A mai adásunk végére értünk, és azt hiszem, hogy talán még sosem értettem, vagy éreztem ennyire, hogy mégis milyen szimbiózisban lehet egy borász a borával, és mennyire itt lehet a természet a poharunkban. Azt gondolom, sikerült megmutatnunk Villánynak egy másik arcát, ugye a siklósi részen voltunk, és hát igazi organikus borokat kóstoltunk, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Köszönjük, hogy Önök is velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra!